Most a trollfocinak az Itzer nevű sportpábjában vagyunk. Maszk pedig azért van rajtam, mert ez már így a trollfoci csapatánál gyakorlatilag egy ilyen hagyományjá vált. Egyedül képviselem itt a trollfoci szerkesztő csapatát. Jelen pillanatban négyen szerkesztjük az oldalt, ami 2012. szeptember 2-ától számítja a megalakulását. Az oldal alapvető célja az, hogy egy görbetükröt állítsunk a magyar futball elé. A Petőfi Rádió és a Szerencsejáték ZRT közös tavaszi hajtás nevű játékában talán az utolsó pillanatban sikerült bekapcsolódnunk, akkor hallottunk róla. Ugye a játék lényege az volt, hogy munkahelyek versenyezhettek a rádió hallgatók és a közönség szavazataiért. Sikerült megnyernünk az egy hét végén át zajló közönség szavazást, amit ezúttal is köszönünk. Nyereményként felajánlott 1 millió forintot, mi tovább ajánlottuk egy szintén a játékban résztvevő munkahelynek, a mentőkutyások szervezetének. Délelőtt az autóban ülve többen fölhívtak, hogy figyelj már, nyertetek 1 millió forintot. Micsoda? Kicsoda? A Petőfi Rádiónak a műsorában, amikor felhívtak minket, hogy az Itzer sportpába a trollfocisok ezt felajánlották a számunkra, hát akkor eléggé meglepődtem, és nem nagyon tudtam szóhoz jutni. Nagyon jó leső érzés volt. Megköszönhetem a Szerencsejáték ZRT-nek, megköszönhetem a Petőfi Rádiónak, és természetesen, aki igazán megnyerte, köszönjük a felajánlást. Rengeteg olyan eszköz, felszerelés van még, várat magára, ami az életmentéshez nagyon-nagyon fontos lenne. Zelei József, kerékpáros világbéke nagykövet úr, a kerékpárt, amivel ő már nagyon sok ezer kilométert letekert, nyugdíjba helyezte, és ezt a megáldott, a Szentatyával megáldott kerékpárt felajánlotta a személyemnek, illetve a mentőkutyás szervezetnek. Óriási eszmei értéke van, hiszen a világon egy darab van belőle, és arra gondoltunk, hogy ha már ilyen jótékony célra fel tudnánk használni, akkor szeretnénk esetleg egy felhívást tenni, hogy szeretnénk elcserélni egy hasznos gépjárműre. Olyan kutyákat tanítunk és tartunk tréningben, amelyek képesek a romok alatt rekedt személyeket a szaglásuk alapján felkutatni, és ezt egyértelműen jelezni. A munkakutyáknak a túlnyomó többsége ilyenkor a kennelben éli le a napjait, mindaddig, ameddig szállítva van, és az, hogy kényelmesen, illetve a mentőkutyásnak a felszerelései, a védőruházatai, a több évszaknak megfelelően az eszköztára, akár egy lapát, akár bármest, azt ő oda be tudja pakolni, és ezért ilyen kis puttonyos autó, egyterű, vagy pedig egy kombijármű az, ami alkalmas lenne rá.